Közelgő határidő, március 16-áig kell befizetni az iparűzési adó előleget, a gépjármű és az építményadó első félévi részletét. Több eladó, több vevő, közel 15 éve volt akkora a kereslet a megyei ingatlanpiacon, mint most. 15. évforduló, 2001. márciusában három helyen szakadt át a védőgát a Tisza-Beregi térségében. Március 16-áig kell befizetni az iparűzési adó előleget, a gépjármű és az építményadó első félévi részletét. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nyíregyháza márciusban csaknem 4 milliárd forint bevételre számít helyi adókból. Máté Szalkán egész évben közel 1 milliárd forintot remélnek ezekből az adónemekből. A város polgármestere azt mondta, újabb ipari parki területeket fejlesztenek. Az a céljuk, hogy 2-3 éven belül mindenkinek legyen munkája, aki akar dolgozni Máté Szalkán. Sűrűn változhat a sorszám a kijelzőn a következő héten a nyíregyházi hivatalban. A hosszú hétvége miatt idén március 16-áig kell befizetni a vállalkozóknak az iparűzési adó előleget, az érintett magánszemélyeknek pedig a gépjármű és az építményadó első félévi részletét. Az adóosztály március 16-án szerdán 8 órától 20 óráig meghosszabbított ügyfélfogadással várja az adózókat Nyíregyházán. Az önkormányzat most csaknem 4 milliárdos bevételre számít. Ebben az évben márciusban Nyíregyháza megyőgomárosa megközelítőleg 3,8 milliárd forint bevételt remél. Éves szinten is úgy gondoljuk, szép számokat tudunk majd teljesíteni, de ne együnk előre a medve bűrére. Egyre több vállalkozó költözik a Mátészalkai Ipari Parkba, ezzel együtt évről évre javul az adófizetési morál is. Idén pár százalékkal nagyobb bevételt vár a város polgármestere. Számításaink szerint egy olyan 5%-kal több iparüzési adóra számíthatunk. Az idei évben azt jelenti, hogy kb. 900 millió forintot fognak befizetni a cégek, ennyit tudunk realizálni, és ez durván egy 5%-os, 40-50 milliós emelkedés a tavalyi évhez képest. És én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen ennek a befizetett forrásnak most már döntő többsége fejlesztésekre lesz elkülönítve. A város fejleszti az ipari parkját jelenleg 10 hektár van üresen az új vállalkozások számára, de további területeket is szeretnének kialakítani. A már meglévő parkot is fejlesztik, erre összesen 1000 millió forintos támogatást szeretnének elnyerni. Azt remélik, hogy 2-3 éven belül mindenkinek lesz állása, aki akar dolgozni Máté Szalkán. Legutóbb 2003-ban volt akkora kereslet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ingatlanpiacon, mint amekkora az idei év első két hónapjában tapasztalható. A magas forgalom hátterében a forintosítást követő eladási hullám, valamint a csok miatt új lakásba vágyók értékesítési kedve állhat. Kiugróan magas forgalmat regisztráltak a magyarországi lakáspiacon 2016. februárjában. Az idei év második hónapja több mint 10%-kal erősebb forgalmat hozott az előző év azonos időszakához képest, derült ki az egyik legnagyobb ingatlan közvetítő cég összegzéséből. Bocákné Radvánszky Erzsébet, az egyik nyíregyházi ingatlan iroda vezetője televíziónknak elmondta, a következő hónapokban a magas forgalom felmaradására számítanak a megyében is. A tavalyi évhez képest a január és a február, tehát ezében tehát teljesen kimagasló volt. Én legutóbb 2003-4-ben tapasztaltam ilyen tendenciát, amikor a köztisztviselői hitel volt, tehát akkor volt ilyen kimagaslóan sok vevő a piacon, ami most január-februárban érzékelhető volt. Én úgy gondolom, hogy ez az ingatlan tendencia köszönhető annak, hogy a csok támogatás változott, tehát ezek a családok tovább szeretnének lépni, igénybe szeretnék venni ezeket a támogatási formákat, illetve köszönhető annak, hogy a betéti kamatok lényegesen alacsonyabbak, és az emberek ingatlanba fektetik be, mert nagyobb hozam érhető el. Az idei év első két hónapja országos tekintetben 5%-os többletet mutat a tavalyi forgalomhoz képest. Az eladói oldal bővülésével együtt pedig szokatlan áremelkedés is tapasztalható, mondta Radvánszky Erzsébet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kínálati piac helyzetéről. Azt tapasztaljuk, hogy az ingatlan árak emelkedtek, sokszor már olyan szinten, hogy még mi is meglepődünk ezen. Én azt tapasztalom, hogy a tavaly ilyenkori árhoz képest, tehát egy olyan 15-20%-kal emelkedtek az árak. A cégvezető elmondta, az árakú mértéke jelentősen csökkent az utóbbi időkben. Az eladók a végső árhoz közelebb határozzák meg az ingatlanok irányárát, a vevők pedig ehhez képest kevesebbet alkudoznak, mint a korábbi években.
Jóval nagyobb biztonságban van a Beregi térség, mint a 2001-es tiszai árvíz idején. A 15 évvel ezelőtti eseményekről, valamint az azóta folyamatosan fejlődő katasztrófa és árvízvédelmi rendszerekről a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tudományos konferenciáján szóltak ma Nyíregyházán. Ezek a felvételek 15 évvel ezelőtt, 2001 márciusában készültek, amikor a Tisza Beregi részénél három helyen is átszakadt a védőgát. Ezeket a fotókat pedig már a tiszai árvíz 15. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián állították ki a megyeházán, ahol Bakondi György, miniszterelnöki főtanácsadó az események felidézésével kezdte beszédét. Csak március 6-án délelőttre derült az ki, hogy itt komoly, nagyon komoly víz jön. 12 órakor rendeltük a veszélyhelyzetet. Nyilván már arra idő, hogy még további erőket megelőző preventív célra idehozzunk, arra már nem volt. 13:30-kor bekövetkezett a gázszakadás, és még egy időpontot írtunk ide, hogy március 7-én kellett átvágni azt az utat, amelyik hát addig fogta a vizet. A konferencián a 2001-ben szolgálatot teljesítő megyei katasztrófavédelmi igazgató is részt vett. Óriási volt a kár, és a kormány úgy döntött, hogy ez a térség elmaradott volt eredetileg is, hogy teljes újjáépítést rendelnek el, és az újjáépítés mellett pedig egy bizonyos fejlesztésre is adott pénzt. 33 milliárd forintot fordítottak a térség fejlesztésére, illetve újjáépítésére. 1500 lakást helyreállítottak, és 713 lakóépületet építettek meg ebbe az idő, egy év alatt. A tudományos konferencián Tollár Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott vezetője, az elmúlt másfél évtized legfontosabb szervezeti változásairól beszélt. Az önkéntesség, a szervezettség, ami nagyon fontos változás, az, hogy ehhez az állam forrást biztosít. A technikai területen újításként vezetnénk be, és valóban a Felső-Tiszavidék védelmében elsősorban a mobil gátrendszert, amit svájci projekt keretében szereztünk be. Ez egy 12 kilométeres gátrendszer. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki irányító törzsének vezetője a konferencián arról beszélt, a vízügyi fejlesztések területén is jelentős beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években. Az Ukrajnába telepített jelzőrendszereknek köszönhetően megközelítőleg egy napos időelőnyünk van, valamint kiemelte a Beregi árapasztó és a Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó megépítésének fontosságát is. Ezek az árhullámok kezelésében játszanak fontos szerepet a térségben. Ez jelentősen le tudja apasztani 60-70 cm-rel az árvízszintet, ha ezeket üzembe jelzük. Itt most a következő fejlesztésben arra törekszünk, hogy a tározók fölött lévő töltéseket a mértékadó biztonságra képítsük, ez 2020-ig meg fog történni. Láng István hozzátette, jelenleg a Tivadari híd átépítésén dolgoznak, ami szintén egy fontos árvízi akadály a térségben. Egy év haladékot kaptak a civil szervezetek, alapítványok és egyesületek az új PTK szerinti alapokiratok módosítására, így a változásokat 2017 tavaszáig kell a bíróságon bejegyeztetniük, hangsúlyozta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Petneházi Attila országgyűlési képviselő. A politikus kiemelte, idén ősszel felülvizsgálják a PTK-t, ennek köszönhetően egyszerűsödnek majd a jelenlegi szigorú szabályok. Egyszerűsödni fog majd az a fajta létezés, ami a civil szervezeteket érinti, ezt diktálja az észszerűség is. De hozzá kell tennem, hogy egyfajta kontroll azért mindenképpen szükséges, hogy kiszűrje azokat a civil szervezeteket, akik finoman fogalmazva esetleg a társadalomnak nem hasznos tevékenységet folytatnak. Nem a közbiztonság valós javítását, hanem pártpolitikai célokat szolgál az az intézkedés, amely során Tiszavasvári önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Becsület Légiója elnevezésű civil szervezettel, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Vinnai Győző kormánypárti országgyűlési képviselő tartott az újonnan megnyílt Tiszavasvári választókerületi irodában.
Azért tartom problémásnak, mert ez az önkormányzat dolga, hogy legyen közvilágítás, hogy pályázzanak térfigyelő kamerára, hogy támogassák a polgárőrséget, hogy jó együttműködésük legyen a rendőrséggel, hogy jó közbiztonság legyen, hogy a közbiztonság javítására tegyenek lépéseket, és ezáltal az alkalmatlanságukat bizonyítják, hogy máshonnan hoznak ide embereket, de az a véleményem, hogy ezt pártpolitikai célból teszik. Radioaktív anyaggal való visszaélés, környezet és természet elleni bűncselekmény, valamint közokirathamisítás miatt tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Jobbik Magyarországért mozgalom alelnöke. Apáti István a Józsa András tömkórház projektjéhez kapcsolódóan közérdekű adatigénylési dokumentumokból következtetve tette meg a feljelentést. Az építési törmelék és a géphalkatrészek kapcsán úgy néz ki, hogy az előbb felsorolt bűncselekmények elkövetésének a gyanúja fölmerül, hiszen míg az építési törmelékkel kapcsolatban a projektvezető leírta, hogy volt radioaktív sugárzás, vagy tapasztalata volt ilyen sugárzás, addig a Decentrum szerint nem történt, nem volt ilyen, a szállítás végző egyik a vállalkozó szerint pedig szintén volt sugárzóanyag. A megyei főügyészséghez már beérkezett az írásos feljelentés, arról 3 munkanapon belül döntenek. Fakitermelési munkálatokat végeztek a nyíregyházi Sóstói erdőben. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 4. tavaszi meccsét is megnyerte a női kézilabda NB1B-ben a kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a legutóbbi fordulóban a sereghajtó Füzesabony otthonában nyert 36-21-re. A várdaiak szombaton az Örkény KC-t csapatát fogadják. 2 szomszédvári rangadót is játszanak a hétvégén a labdarúgó megyei első osztályban. Szombaton a Máté Szalka a Nagy Ecsedet fogadja, vasárnap pedig a listavezető Ibrány a Nagy Halászt látja vendégül. Tisztítással, gyérítéssel mintegy 300 köbméter faanyagot termeltek ki a Sóstói erdőben a Nyírerdő ZRT munkatársai. A fakitermelési munkálatok január közepén kezdődtek, és jövő héten már befejeződnek. Az elmúlt napokban a Kemecsei út melletti területen dolgoztak a szakemberek, egy közel 2 hektáros tölgyesnél gyérítettek, hogy a visszamaradó fák jobban növekedjenek. Februárban még az erdei sportpályák mellett végeztek törzskiválasztó gyérítést a Nyírerdő szakemberei. Most egy másik területen dolgoznak az erdészeti munkatársak a természet megőrzés jegyében. Most a Kemecsei út melletti területen egy 2 hektáros gyérítési munkát végzünk még el, és március 11-jel befejeződnek a fakitermelési munkák itt a Sóstói erdőben, mivel be kell, hogy fejeződjenek, hiszen természetvédelmi korlátozások miatt március 15-ig lehet termelni. Január közepe óta tisztítással és gyérítéssel mintegy 300 köbméter faanyagot termeltek ki a Sóstói erdőben. Mint ismert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több önkormányzat, cég is foglalkozik közfoglalkoztatással. A Nyírerdő valamennyi erdészetében biztosít munkát az érintetteknek. A közfoglalkoztatottak többek között a gyomírtásban, a fakitermelésben is részt tudnak venni. Mivel február 29-ig tartott a program, pontos, hajszálpontos adatokat még nem tudok mondani. 800 fő körül létszámmal sikerült valószínűleg a elmúlt programot teljesítenünk. A közfoglalkoztatási program várhatóan március elején, közepén elindulhat az erdészetekben. A cég ismét több száz embert foglalkoztat majd. Kiegyensúlyozott évadot ígér a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház új igazgatója. Kirják Róbert azt mondta, anyagilag stabil a teátrum. Sedjánszki Nóra művészeti tanácsadó kérdésünkre elárulta, zenés műveket és gyerekdarabokat is láthat a közönség a következő évadban. Szerepeket osztanak, és az új évad darabjait tervezik a színház új vezetői. Sedjánszki Nóra, művészeti tanácsadó, a társulat hívására érkezett. Jól ismeri a teátrumot, hiszen 2003-tól 2011-ig dramaturgként dolgozott itt. Szeretnénk nyilván tartani azt a fajta profilt, ami eddig is általában sikerrel működött, meg igazából egy vidéki önkormányzati színháznál nem is nagyon zsákba macska, vagy nem titok, hogy hogyan kell felállni az évadnak. Nyilván a nagy színpadnak kell sikerre számítható produkciókat, zenés produkciót, gyerekdarabot. Mi szeretnénk egyfajta érdekes, izgalmas területet bekapcsoló előadásokat is létrehozni, olyan darabokat, amik egyrészt tudnak mondani valóval bírni ma is a nézők számára, ugyanakkor szórakoztatni tudnak.
Címszerepet játszott Molnár Ferenc az Ördög című darabjában Slanger András. A korábbi direktort évad közben indoklás nélkül rendes felmondással mentették fel február 9-én. Az igazgatói posztot a cégvezető Kirják Róbert vette át. Azt mondta, a színház kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben van. A színház pénzügyileg évek óta nagyon stabil, amióta a városi önkormányzat magához vette. Kimondottan odafigyelnek, hogy sem likviditásban, sem anyagi dolgokban semmilyen hátrány ne érje a színház. Ugye én ezt korábbi cégvezetőként, gazdasági igazgatóként személyesen koordináltam, illetve az operatív részét intéztem. Ez a mostani évben is elmondható. Emelt a városi önkormányzat a színház támogatásán, ami egy kicsit kompenzálja az állami támogatás csökkentését. A teátrum új vezetése abban bízik, hogy pénzügyileg és szakmailag is kiegyensúlyozott évad elé néznek, a nézőket pedig a már több mint 60 éve országszerte nagy sikerrel játszott Bála Savoyban című operettel várják. Negyedik tavaszi meccsét is megnyerte a női kézilabda NB1B-ben a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a legutóbbi fordulóban a Sereghajtó Füzesabony otthonában nyert 36-21-re. A várdaiak szombaton az Örkény KC csapatát fogadják. Továbbra is hibátlan tavasszal a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B keleti csoportjában legutóbbi két idegenbeli meccsét is magabiztosan nyerte a Rácz Sándor által irányított együttes. Nyíradonyban 16 góllal 37-21-re, Füzesabonyban pedig 15 góllal 36-21-re nyertek lévaiék. A szakmai igazgató szerint a jó szereplésben jelentős szerepe van annak, hogy kezd összeérni a csapat. Több összetevős ez a dolog, egyrészt mélyebb kondicionális munkát végeztünk, a másik kezdenek kialakulni azok a rendszerek a támadó és védő játékunkban, ami az általam megálmodott modellnek a vázát jelenti, és hát úgy gondolom, hogy azok a hullámvölgyek, amik eddig mindig bebeütöttek, talán egyre kevesebbet jelennek meg. A Kisvárdai KC újoncként vágott neki a szezonnak, mivel azonban már 9 meccs óta vereten a csapat, úgyhogy közben 7 alkalommal győzött, módosultak az eredeti célok. Én az utolsó mérkőzés értékelésnél tettem egy olyan mondatot a csapat előtt, hogy míg a nyár közepén az volt a fő célunk, hogy egy nyugodt bennmaradás, akkor itt cseréljünk fogalmakat. Legyen egy izgalmas és egy dobogóra kerülés. Tehát, hogyha az öltözőbe újabb szlogent vagy célkitűzés kellene felén, akkor legyen ez. Nyilván, hogy egy irreális cél az mindig megrokkantja vagy összeroppantja a csapatot. Én úgy gondolom, hogy a szakmai vázunk megvan. Hogy mentálisan hogy fogjuk tudni elviselni a hátralévő és egyre nehezebb feladatokat, az rajtunk is múlik. A tabella élén az Egri Eszterházi Főiskola csapat áll 31 ponttal, megelőzve a 28 pontos Kispestet és a 27 pontos Kisvárdát. Rácz Sándor együttese szombaton 16 órakor az Örkény KC csapatát fogadja a városi sportcsarnokban. Két szomszédvári rangadót is játszanak a hétvégén a labdarúgó megyei első osztályban. Szombaton a Máté Szalka a Nagy Ecsedet fogadja, vasárnap pedig a listavezető Ibrány a Nagy Halászt látja vendégül. Nem úgy alakult a tavaszi nyitóforduló előtt 7 pontos előnnyel listavezető Ibrány számára a Baktolórendházi fellépés, ahogyan az Gerlicki Máté edző elképzelte. Az ősszel mindössze egy vereséget szenvedő Illovas 1-0-ra kikapott Illés László együttesétől, úgy, hogy a hazaiak még jó néhány helyzetet kihagytak az ibrányi kapu előtt. Picit bealtatott minket egész télen ez a 7 pontos előny. Végigcsináltuk az egész téli alapozásokat, keményebben dolgoztunk, sokkal többet dolgoztunk. Így együtt talán meg is untuk egymást egy picit, mert annyit voltunk akár a családunk nélkül, és amit együtt töltöttünk. De bealtatott, és ez az első meccsen ez egyértelműen éreztette hatását, nem úgy harapott a társaság, sőt saját magamra is értem ezt. De ezzel már a második fordulóban nem lesz gondunk. A második tavaszi fordulóban az év Ibrányban legjobban várt meccse következik, vasárnap 14 órai kezdettel a Nagy Halász fogadja Gerlicki Máté együttese. Minden mérkőzés nagyon fontos természetesen a bajnokságban, viszont van két extrán kiemelt meccsünk, ez a Nagy Halász Ibrány és az Ibrány Nagy Halász. Hogy milyen formában várjuk mi,
Hát most egy vereség után lehet azt mondani, hogy ez rossz forma, de hát most egy meccs után rossz formáról nem lehet beszélni. Itt ezt ki kell javítanunk azonnali hatállyal, és hát a nagy halászat az egyértelmű, hogy 15 embert igazolt, 15 ment el körülbelül a keretükből, jóval erősebb nagy halász lesz. Tavaly 5-1-re nyertünk idegenben, szorosabb csatára számítok mindenképpen. A forduló további párosítása a következő: Tuzsér Tiszavasvári, Tiszalök Nyígyulaj, Máté Szalka Nagyecsed, Sényű Baktalórendháza, Gyulaháza Kemecse, Fehérgyalma Tiszakanyár és Szakoly Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Március 16-áig kell befizetni az iparűzési adóelőleget, a gépjármű és az építményadó első félévi részletét. Nyíregyháza márciusban csaknem 4 milliárd forint bevételre számít helyi adókból. Máté Szalkán pedig egész évben 1 milliárd forintot remélnek ezekből az adónemekből. Legutóbb 2003-ban volt akkora kereslet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ingatlanpiacon, mint amekkora az idei év első két hónapjában tapasztalható. A magas forgalom hátterében a forintosítást követő eladási hullám, valamint a csok miatt új lakásba vágyók értékesítési kedve állhat. Jóval nagyobb biztonságban van a beregi térség, mint a 2001-es tiszai árvíz idején. A 15 évvel ezelőtti eseményekről, valamint az azóta folyamatosan fejlődő katasztrófa és árvízvédelmi rendszerekről egy tudományos konferencián szóltak ma Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Heti hírösszefoglalónkkal pedig szombaton és vasárnap is jelentkezünk. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap felhős, de száraz időre számíthatunk. Két ciklon között déli áramlással, szombaton enyhe, viszonylag száraz levegő áramlik térségünkbe. Éjjel változóan felhős idő várható, csapadék nélkül, mérséklődik a szél és hajnalban többfelé képződik köd. Reggel általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a köd feloszlása után többnyire fátyol felhős égre, szűrt napsütésre számíthatunk, de átmenetileg helyenként megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a déli szél megélénkül, a magasabban fekvő helyeken meg is erősödik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban a felhők lesznek túlsúlyban, a jövő hét közepéig többnyire borult lesz az ég, és vasárnaptól keddig ismét jelentős mennyiségű esőre kell számítani. Szerdától csökken a csapadék, már csak rövid ideig tartó eső vagy futózáporok lehetnek, emellett a márciusi átlagnak megfelelő 8-10 fok körüli hőmérséklet várható térségünkben.